A könyvtár a tudás tengere, a gondolatok kincstára. Az emberek szeretnek energiát és pénzt fektetni könyvtárak építésébe és díszítésébe, amivel megmutatják a könyvek és a tudás iránti szeretetüket. Vajon milyen szép könyvtárak vannak Kínában? Ez Kína leghíresebb könyvtára, a Kínai Nemzeti Könyvtár. Ázsia legnagyobbjaként már a külseje sem hagyományos. A gyűjteménye nagyon gazdag, több mint 40 millió könyvből áll. A legrégebbi több mint 3000 éves, sankori jóslócsont felirat. A látogatók is szeretnek itt olvasni és tanulni. A legmagasabb szintről lenézve csendesen ülő embereket látunk. Az igazi tudás tenger képe ez. Tianjin város, Binhai könyvtára a város egyik leghíresebb látványossága. A könyvtár alapszíne hófehér. A díszítése szürreális, mindig vonza a fotósokat. A könyvtár közepén egy 21 méter átmérőjű gömb van, egy többfunkciós előadóterem, közel 100 férőhellyel. A gömb körül könyvhegyet és utakat hoztak létre, ami egy kínai közmondást jelképez. Ha tudást akar szerezni a könyvhegyekből, akkor a szorgalom az egyetlen út. A következő épületet Kína legmagányosabb könyvtárának nevezik. A Salian tengerparti könyvtár Qinhuangdao városban van, körülötte egyetlen épület sincsen. Az építmény magányosan áll a tengerparti homokon. A könyvtárból kinézve csak a határtalan tenger látszik. Nem nagy az épület, de a fiatalok szeretik itt tölteni az időt. Olvasás közben kávéznak, élvezik a tenger látványát. Az ilyen ritka élményt különösen szeretik az elfoglalt városi dolgozók. Az innováció a tengerpart mellett a völgyet is megtalálta a könyvtár építéséhez. A Liyuan könyvtár egy pekingi völgyben, egy erdő közepén áll. A könyvtár szorosan összekapcsolja az embereket a természettel. A külső részét faágak díszítik, mellette pedig egy kis folyó található. Az idejövők olyan remetékké válnak, akik átadják magukat az irodalomnak, és egy időre elfelejtik a modern világ nyüzsgését. Tudta, hogy a világ népességének fele rizst fogyaszt főételként. Kínában a nagyon hidegtelű észak-keleti területen és az egész évben meleg déli tengeri szigeteken egyaránt terem rizs. A viszonylag száraz és hideg északi terület tulajdonképpen nem kedvező a rizs termesztéshez, de a bőséges napsütésű és gazdag csapadékú észak-keleti síkságon, illetve a melegház és más modern technikák alkalmazásával mégis lehet rizst termeszteni. Harbin város Wuchang megyéjének rizse jó minőségű, bőségesen tartalmaz keményítőt, kemény a textúrája, főzés után pedig friss, fehér színű és kicsit édes ízű lesz. A rizs termesztéshez az enyhe időjárású, nedves déli területek jobb feltételeket biztosítanak. Kína déli része a rizs fő termesztő területe. A kínai rizs 90%-a innen származik. Ezen belül is a Jangce folyó mentéről, körülbelül 60%-a. Itt a sok víz és az enyhe éghajlat miatt hatalmas területeken kiválóak a feltételek a rizs számára. A hegyekkel borított déli területeken a föld minél több helyen történő megművelése érdekében. A földművesek gyakran a folyóvölgyekben ültetnek rizst. A domboldalon gátakat építenek, majd a magasabb helyről levezetik a vizet, így alakítva ki a különböző magasságú rizsteraszokat. Yunnan tartományban a Hani nemzetiség teraszos mezői jó példák erre. A hegyekben kevés a víz, leginkább csak a pára gyűlik össze a növényeken. Ezt jól tudják a hanik is, akik nem vágták ki a hegytetőkön lévő erdőket, csak a hegységek alacsonyabban fekvő, kisebb sík területeit fogták művelés alá.
ugyanakkor csatornákat építettek, hogy a rizstermesztéshez mindig legyen víz. Több mint 1000 év alatt a hanik több mint 4000 csatornát építettek, biztosítva a teraszos szántóföldek vízellátását. Ugyanakkor az erdők több mint 75%-át megtartották. Az ökológiai művelés a kínai rizsföldek különlegessége. A földművesek rájöttek, hogy a tarisznyarák nem csak fellazítja a talajt, és megeszi a rizsföldön növő gyomokat és rovarokat, hanem trágyázza is a rizst. A föld ennivalót és kellemes életfeltételeket kínál a tarisznyarákoknak. Ehhez hasonló megfontolásból a rizsföldeken tenyésztenek halakat és kacsákat is. Ezek mind környezetbarát mezőgazdasági módszerek. A Jangce folyó alsó szakaszánál fekszik Wuxi város, amely a sok víz miatt nem csak különleges szépségű, hanem romantikus hangulatú is. A magas épületek közt egy szembetűnő óvárosi terület található, a Nanchan utca. Az itteni házak falai hófehérek, és fekete cserép fedi őket. A hagyományokat máig megőrizték. A ház utcai részén üzlet, mögötte pedig lakóterület van. Este az óváros egy másik arcát is megmutatja. A neonfények alatt a helyiek ezen a felkapott, divatos helyen élnek éjszakai életet. A zajos utcában rejtőzik egy csendes hely is, a Nanchan templom. A templom több mint 1400 éves történelmi múlttal rendelkezik, és számos ősi épülete jó állapotban van. A buddhizmus virágzása itt könnyen megérezhető, máig jönnek ide zarándokok az egész országból. Az utcák mellett húzódik a 2500 éves ősi nagy csatorna, amelyben a város szívéből egyenesen a Taihó tóba, Kína 5 legnagyobb édesvízi tavának egyikébe lehet eljutni. Hajóval a központból a folyón lefelé először a Lihó tóba érkezünk. Nyári estéken sok helyi jön ide, élvezik a hűs levegőt és a tó szépségét. Ha elég szerencsések vagyunk, dankasirályokat is láthatunk a távolban. A helyiek szerint ők a tó igazi tulajdonosai. A tó déli partján egy nagy filmes és televízióbázist is létrehoztak, és díszletként egy ősi kínai tájképet is megalkottak. A helyet felkereső turisták úgy érezhetik, mintha egy időutazáson vennének részt. A Lihu tó északi partján van a romantikus Li Yuan kert. Minden áprilisban több mint 20 fajta, 800-nál is több őszi barackfa virágzik, rózsaszínű virágaik feldíszítik a várost is. A Taihó tó északi partján cseresznyevirágok nyílnak, virágzáskor az egész félsziget rózsaszínbe és fehérbe borul. Ha fúj a szél, virágszirmok táncolnak a levegőben, ez a város legromantikusabb helye. Ha Wuxiba utazik, nem hagyhatja ki Lingshan óriási Buddha szobrát sem. A szobor 101,5 méter magasról néz le minden élőlényre. A szobor mellett egy zen falu található, ahol lehet kalligráfiát gyakorolni, festeni vagy a barátokkal teázni. Érdemes hajóval felkeresni az itteni vizes élőhelyet is, így még jobban lehet élvezni ennek a csodálatos vízivárosnak a szépségét. A sütőtök átlagos zöldség, nagyon tápláló, gazdag karotinokban, amiket a szervezet A-vitaminná alakít, és segíti a bőr, a szem és a csontok egészségét. A mai műsorunkban 4 sütőtökből készült kínai fogást mutatunk be. Először lássuk a sütőtökös palacsintát. A meghámozott, magtalanított sütőtököt gőzön megpuhítjuk, majd kristálycukorral összekeverjük, ezután fele-fele arányban ragacsos rizsből készült liszttel keverjük össze. A tésztát kis darabokra vágjuk, kilapítjuk, édes azuki bab pürét töltünk bele és palacsintává formáljuk.
Kevés olajat teszünk serpenyőbe, közepes tűzön a palacsinta két oldalát aranyszínűvé sütjük. A következő fogás az egyszerűen készíthető és finom sütőtökös rizs. A sütőtököt felszeleteljük, hagymát aprítunk. Sertés dagadó szeletet forró étolajban sütünk, majd hagymával és sütőtök szeletekkel néhány percig együtt sütjük. Rizst, sót teszünk hozzá, együtt megpirítjuk, majd langyos vízzel felöntjük, és 20 percig főzzük, amíg már majdnem elpárolgott a lé. A tűzről levéve még 10 percig lefedve tartjuk, ezután már kész. A hagyma mellett még shiitake gombát, a sertésdagadó helyett pedig kis sertéskockát is lehet használni, úgyis nagyon finom. A sütőtökös rizsleves szintén nagyon népszerű étel Kínában. Először fél kiló sütőtököt pürésítünk, vokba tesszük, 3 deci tejet és cukrot adunk hozzá, majd kis tűzön főzzük. Végül 2 deka ragacsos rizsből készült levet adunk hozzá, így készül a finom és sűrű sütőtökös rizsleves, amelyet addig keverünk, amíg sűrű nem lesz. Ha még finomabbra akarjuk készíteni, akkor a sütőtököt össze is lehet turmixolni. Ha már elege van az édes ételekből, akkor nézzünk egy sós sütőtökös fogást is. A tojás sárgájával készült sütőtök jó választás. A sütőtököt közepes, hosszú szeletekké vágjuk és megfőzzük. A sózott tojás sárgáját összekeverjük. Serpenyőbe étolajat teszünk, a főtt sütőtök szeleteket és tojás sárgáját együtt megpirítjuk, míg a tojás sárgája teljesen kész nincs. A sütőtök szeleteket beborítja a sült tojás sárgája, így az étel kívül ropogós, belül puha és nagyon finom.